Próbáltuk megmutatni a dackorszak igazi természetét. Az a lényege, hogy az evolúciós program, ami az ember környezet földerítő explorációs viselkedését vezérli, az szembe megy a veszélyes kultúrkörnyezettel. Nyilván minél veszélyesebb a kultúrkörnyezet, annál erősebben. A másik, hogy szembe megy azzal a körülményrendszerrel, amelyben kialakult ez az explorációs program, ugyanis az ember egy horda lény, amikor egy ilyen totyogó, kúszómászó gyerek egy viszonylag áttekinthető környezetben mozog, akkor magán tudja sok felnőtt, vagy kortárs, vagy nagyobb gyerek, kisebb gyerek tekintetét. Sőt, mi azt is megfigyeltük, hogy a kutya ilyenkor védő módon mellé szegül. Vannak gyönyörű felvételek saját gyerekeinkről, másokról, ahogy a kis totyogó gyerek mellett ott van a kutya, szinte kínálja a hátát, hogy a gyerek belekapaszkodjon, hogyha megtántorodik. És azt is megfigyeltük, hogy a juhászkutyák azok óvják a mélységtől, tehát mindig a gyerek és a mélység között vannak. Ami viszonylag ritkán bontakozhat ki, mint működő ösztön, mert ugye előbb kerül oda egy nagymama vagy egy rettegő anyuka, mint hogy megengednék, hogy a kutya menjen. De mondjuk ilyen rézsüknél, ahol a gyerek csak úgy lehömbölödne a pázsiton, a kutya számára az már egy ilyen, és ott kipróbálhatják, hogy a maguk juhászkutyája is képes erre. Vadászkutya, vagy ilyen terrierek esetében kétlem, hogy működik ez az ösztön, nincs rá tapasztalatom. Nagyon szívesen veszük a visszajelzéseket. Viszont a lényeg az, hogy tehát vannak erre jól bevett evolúciós válaszok a kutyákban, a hordában, a szülői viselkedésben, de a mi körülményeink között, amikor mondjuk az alapértelmezés az, hogy egy anyuka van otthon a gyerekével, akkor ez ellehetetleníti a helyzetet, és a konfliktusok sorát indítja be. Legelőször azért, mert ugye az anyuka olyan mértékig koncentrált figyelemre kényszerül 7/24-ben, hogy kimerül, emiatt türelmetlen lesz a házastársával. Ugye a párkapcsolat a család alapja, úgyhogy emiatt megrendül a párkapcsolatból kapott erőforrás rendszer, megrendül a maga párkapcsolati rendszer. Emiatt elkezdik egymás viselkedését egy ilyen szélsőséges helyzetben, mint egy tagadó vagy cukortól hisztiző gyerek, elkezdik egymás kritizálni. És hát a gyereknek több se kell, ugye ilyenkor dupla figyelmet kap, és emiatt elkezd mint egy ég benyomulni a párkapcsolatba, vagy bármilyen kapcsolatba, tehát a anya-lánya kapcsolat, a nagymami azt mondja, hogy még engedi, de hát én is ettem gyerekkoromban porcukros fánkot. Igen, mama, de vasárnap, és nem szerda reggel, délve este. Akkor az anyós apa rendszerben, hogy hát hogy beszélhetsz úgy azzal a gyerekkel, meg azt aztán igazán szabadna. Tehát, hogy ez a folyamatos tagadás, ez tényleg egy ilyen luciferi dolog, és konfliktusok sorát kelti a felnőttek között, ami nagyon-nagyon megnehezíti. És mondom, megint két tényező van. Egyfelől kifelé igyekeznek zárni, mert szégyellik a hisztis, tagadós, dacos gyereküket. Ugyanakkor befelé meg egy nagyon erős megosztottság van ennek a kezelése miatt, hiszen azért alapjában támogatni szeretnénk azt, hogy a gyerek explorál. Örülnénk neki, jaj, de jó, hogy érdekel. Nem borzasztó. Olyan gyerek, aki tudja, hogy a szinkosorúgast ott van, egy kétségbejtő. Tehát, na most a
Nagyon fontos ennek a felnőtt-felnőtt kapcsolatrendszernek a kezelésében, hogy egyrészt igyekezzünk a gyerek számára valódi explorációs helyzeteket teremteni, amikor elmegy a határig, mondjuk kipróbálja, milyen az az éjség, amit nem engedünk neki, mert dacos, ez se eszi meg, az se eszi meg, de a cukrot megfogja. Vagy engedjük a távolságot, kipróbálni, stb. És a másik, meg hogy kerüljük azt, hogy egyszerre többen vannak felelős, felnőtt pozícióban. Tehát akármennyire szereted a férjedet, ha egyszerre figyeltek rá, akkor te előbb akarsz odaugrani, mint a férfi. A férfi emiatt azt mondja, hogy parázol, te meg azt mondod, hogy közömbös vagy, vagy lusta vagy, vagy mit tudom én, micsoda. A nagymama előbb akar odaugrani, mint te, ezért ő azt fogja mondani rád, hogy parázol, közömbös, vagy te azt mondod rá, hogy parázol, ő meg azt mondja rád, hogy közömbös vagy, lusta, meg veszélyezteted a gyereket. Tehát, hogy ha helyzet van, akkor legyen egy felelős felnőtt. A másik, hogy próbálj olyan élethelyzetekben maradni, amik kevésbé veszélyesek, és úgy, hogy csak úgy ott vagy, csak úgy szöszmötölsz. Teszel-veszel, dudolgatsz, de közben alapjában a gyereké vagy, tehát a figyelmed a gyereké. Ez az ilyen passzív jelenlét, ez egy nagyon fontos megelőzés a dacnak, meg az ellentmondásnak. És talán a legfontosabb tanács az az, hogy ez a korszak is elmúlik, bízzál benne. Hidd el, hogy a gyereked előbb-utóbb szobatiszta lesz. Hidd el, hogy ki fogja mondani a föt, meg a zöt. És hidd el, hogy elkezd, hogyha kap rá mintát, akkor elkezd úgy beszélni, hogy igen, szeretném. Jaj, de jó lenne. Hú, de finom volt. Kapjon rá mintát. Bízzál benne, hogy hamar kijön ebből.